A mellrák megelőzése érdekében tartottak felvonulást Szekszárdon. A résztvevők a Garai téről a Béla Király térre mentek a Vármegyeházához. Hazánkban a szív- és érrendszeri problémákat követően a daganatos megbetegedések okozzák a legtöbb halálozást. Ezek közül a mellrák az egyik leggyakoribb, mondta dr. Pátri Eszter, vármegyei tiszti főorvos. Évente több mint 8000 új betegséget tartunk nyilván, és több mint 2000 halálesetet. Ezért is nagyon fontos felhívni a figyelmet erre a megbetegedésre, de még inkább arra, hogy megelőzhető a betegségnek a kialakulása, ugyanis Magyarországon szervezett szűrővizsgálat keretében minden 45-től 65 éves hölgy két évente ingyenesen részt vehet mammográfiás röntgen vizsgálaton, emlőszűrővizsgálaton. Az eseményen felvonultak civilek és a Szelíd Ráktérítő Klub is. A rendezvény fontos célt szolgált, mondta Baj Erzsébet, a szervezet vezetője. Feladatunk az, hogy összefogjuk az ilyen hasonló sorsú hölgyeket, előadásokat, kirándulásokat szervezünk, és az országos szervezet működési szabályzata szerint működünk. A Vármegyeházán egészségügyi állapotfelmérő és információs standok várták a résztvevőket. A kormányhivatal a jövőben is tervez hasonló alkalmakat, mondta dr. Horváth Kálmán, főispán. Folyamatosan a szűrésekre, nem csak a emlőrák elleni védekezésre, hanem egyéb rákos megbetegedésekre is felhívjuk a figyelmet, illetve törekszünk arra, és több alkalom van arra, hogy szűrővizsgálatokon vehessenek részben a kollégák is, hogy ez minél többen vegyék igénybe, hiszen ezek ingyenesek. A sétában több százan vettek részt.